Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményben, el kell Ferenc nevét viselni, és beszélgetősünknek is az az apropója, hiszen hamarosan kezdődik a megemlékezés az iskola névadóról. Prósz Csilla igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Mi is fog ma történni? Egy hagyományos rendezvényünk megtartására kerül sor az elkövetkezendő percekben. Ugye Erkel Ferenc nevét viseli az iskolánk. 2005 óta, hiszen akkor vettük föl ezt a nevet, és akkor került föl az iskola falára az Erkel dombormű, és onnantól kezdve minden évben, ilyenkor november 7-én, hiszen Erkel Ferenc 1810. november 7-én született, mindig megemlékezünk a nagy magyar zeneszerzőről. És hát most ilyen jelképesen is, hiszen kis fáklyák a mécsesekkel jelölték ki az utat, az ide vezető utat és a emlékműhöz vezető utat, utána pedig egy nagyon szép hangverseny kezdődik. Így van, ez is a hagyományaink közé tartozik, ugye ilyenkor novemberben már hamarabb sötétedik, és egy kis hangulatot szerettünk volna varázsolni a fáklyákkal, illetve a kis mécsesekkel, és a koszorúzást követően itt az Erkel teremben hangversenyre kerül sor, egy rendhagyó hangversenyre, hiszen úgy állítottuk össze a műveket, hogy magyar szerzők műveiből válogattunk egy csokorravalót, amelyekből ugye nem vagy nem hiányozhat Erkel műve sem. És akkor gondolom lesznek szóló számok, és lesznek együttesek, hiszen láttuk, hogy jöttek velünk át fel a másik épületből a zenekar tagjai. Körülbelül hányan fognak fellépni? Hát ilyenkor az iskolai növendékei, illetve tanárai is részt vállalnak a műsorból. Sok-sok növendékkel. Hát 27 műsorszám lesz, amelyben kamarazenei produkciók, szóló produkciók is helyet kapnak. Tehát körülbelül az iskola 60-70%-a ilyenkor meg van mozgatva, és valamilyen módon részt vállalnak. Aki nem a műsorban lép föl, például a részfúvós kvártettünk, az a koszorúzás előtt a himnuszt fogja játszani, tehát mindenkinek megvan ilyenkor a feladata, hogy miért felelősül. Azt hiszem, hogy a hangulat, az alapokat megteremtették, én azt kívánom, hogy legyen egy nagyon jó hangulatú a mostani hangverseny is, és még sok-sok ilyenről tudjuk nézőinket tudósítani. Én bízom benne, hogy nagyon jó hangulatban fog eltelni, immár a 8. Erkel hangversenyünk, és abban bízom, hogy még sok-sok éven keresztül tudósíthatunk arról, hogy itt november 7-e környékén Erkel hangversenyt rendezünk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Thank you.